Jó estét kívánok! Sok-sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket itt az Enigma ünnepi adásában, és mindenek előtt minden kedves nézőnknek, jelenlegi és jövendő nézőnknek nagyon boldog karácsonyi ünnepeket és sikeres, szerencsés új évet szeretnék kívánni. És ugyanezzel a megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a stúdióban újra a dr. Drábik János közérő urat, aki ismét itt van köztünk, és mindenkit meg kell, hogy nyugtassak, hogy jól van, és újra együtt tudunk műsort csinálni. Kiváló egészségnek örvendre. Szervusz János! Köszönöm a meghívást! Az ünnepi adásunkban egy olyan egyetemes problémával fogunk foglalkozni, amelynek nagyon is sok köze van a karácsonyhoz, nem csak a család ünnepeként, hanem az adakozás, az adományozás ünnepeként, a szegények, a nincstelenek megajándékozása ünnepeként is. Ugyanis a világ első számú globális problémája az az adósság, az eladósodás. Olyan szintű probléma ez a 21. században, amely szinte a teljes civilizációt érinti, a teljes emberi civilizációt, az egész földnek a globális problémájává vált a 21. században, mind a magánembereknek, mind a családoknak, mind a cégeknek. Szinte egész életen át tartó eladósodása. Ma tehát arról fogunk beszélni, hogy vajon lehetséges-e az adósság szolgálatok megszüntetése, illetve az adósság elengedésnek egyfajta globális intézményesítése valamifajta általános, egyetemes igazságszolgálat, igazságossági rendszer keretein belül. Bevezetőként hadd emlékeztessek arra, hogy a nyugati civilizációban először az adósság, és ennek a legkeményebb formája az adós rabszolgaság a Bibliában olvasható egy bizonyos József nevű e, embernek, József Ben Jakov más néven, e, egy egyiptomi pénzügyminiszternek a nevéhez fűződik, és az, a bibliai hét szűk és hét bő esztendő történetéhez kötődik. Ebből csak hadd emlékeztessek arra a mozzanatra, hogy József volt az, aki kitalálta azt a rendszert, hogy amikor az emberek már a megélhetésükért, a megélhetésüket jelentő gabonáért, alapvető élelmiszerért nem tudtak mással fizetni, fizethettek a saját életükkel, a saját szabadságukkal és a saját családjukéval is, azaz állami rabszolgaság intézményét vehették a nyakukba, amivel Egyiptom élt is boldogan. Nagyon érdekes, hogy egyébként a rabszolgasság éppen Józsefnek az utódait sújtotta elsősorban, hiszen Izrael népe a Biblia tudósítása szerint mintegy 400 évig egyiptomi rabszolgaságban élt, és ezt szüntette meg ugye Mózesnek a szabadság harcával, illetve Mózesnek a a, 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 mozgalmával, amikor kivezette ugye a népet Egyiptomból. Az is nagyon érdekes és figyelemre méltó azonban, hogy éppen a mózesi törvények rendelkeznek először az adósság elengedésről, tehát ennek az adósság rabszolgaságának, adósság rabszolgaságának a megszüntetéséről, és hadd idézzek, most engedjék meg, kedves nézőink, és János, te is engedd meg nekem, hogy a a Bibliából néhány passzust, ami erre vonatkozik. A Mózes harmadik könyvének 25. fejezetéből egy néhány szakaszt olvasnék föl, ami erre vonatkozik, hogy akkor menjünk vissza az ősforráshoz, és utána tudunk beszélni más forrásokról is természetesen. Szó Izrael fiainak is mondd meg nekik, mikor bementek a földre, amelyet én adok nektek, nyugodjék meg a föld az Úrnak szombatja szerint. Számlálj azután 7 szombat esztendőt, 7 x 7, vagyis 49 esztendőt, úgy, hogy a 7 szombat esztendőnek ideje 49 esztendő legyen. Akkor fuvasd végig a riadó kürtöt a 7. hónapban, a hónap 10-én, az engesztelés napján fuvasd végig a kürtöt a ti egész földeteken, és szenteljétek meg az 50. esztendőt, és hirdessetek szabadságot a földön, annak minden lakójának, tehát még egyszer mondom, Hirdessetek szabadságot a Földön annak minden lakójának, kürtölésetek esztendeje legyen ez nektek, és kapja vissza kiki az ő birtokát, és térjen vissza kiki az ő nemzetségéhez kürtölésnek esztendeje legyen ez, az legyen nektek az 50. esztendő, ne vessetek és lese arassátok, amit önként terem a föld, és a meccetlen szőlőjét ne szedjétek meg annak, és még hosszan fejtegeti azt, hogy tulajdonképpen az 50. esztendőben Izrael népe között minden földet vissza kellett adni az eredeti tulajdonosának, minden rabszolgát föl kellett szabadítani, és minden adósságot el kellett törölni. Ez egy elképesztően forradalmi gondolat, és nem tudok más társadalomról, ahol így működött volna ez a rendszer, de javíts ki János, hogyha tévedek. A kérdésem, ami a 21. században napjainkra és a saját bőrünkre is vonatkozik ebből, az, hogy lehetséges-e most a posztmodern, vagy modern utáni modern világban az adósság, rabszolgaság igájában, nyög, nyögő világban egy általános kürtölés esztendejét hirdetni, egy 50. esztendőt az elengedés. El lehet -e engedni az adósságokat? Hát én a deviza hitelesek problémáját a Biblia szerint oldottam volna meg, de sajnos nem én oldottam meg. Mert, mert ez azt jelenti, hogy ezt a bankrendszer által elkövetett kollektív csalást, mert ezt ennek minősítem, a bankrendszer volt a csaló, és bizony, én kezükbe adtam volna a Bibliát, és arra biztattam volna őket, hogy kiindulva ezekből a tanításokból, örökérvényű tanításokból, ennek megfelelően oldják meg a devizaitelesek problémát, úgy, ahogy van, töröljék el az egészet. Sajnos nem én rám volt bízva ennek az ügynek az elintézése. De menjünk vissza ö, ahhoz, hogy miért szükségszerű az eladósodás. Mi okozza az eladósodás szükségszerűségét? Hogy azt nem lehet kikerülni, illetve csak úgy lehetne kikerülni, ha nem lenne kamat. Mert a kamat okozza az eladósodást. És a kamat, mint olyan, az a jogtalan elsajátításnak az egyik formája. Az nem véletlen, hogy a Biblia, amit az előbb a kezedben fogtál, az hány helyen tiltja a kamatot? Így van, tiltja a kamatot. Igaz, hogy azt szokták mondani, hogy jó, jó, elsősorban azt írja elő az Ószövetség, hogy zsidó a zsidótól nem szedhet kamatot. De ha túllépünk az Ószövetségen, és eljutunk a görögökig, a görög gondolkodók közül nagyon sokan, most elsősorban Arisztotelész nevét említem meg, nagyon is alaposan levezették, hogy miért helytelen a kamatszedés. És már ők nagyon alaposan Arisztoteles, különösen sok figyelmet szenteltenek, megkülönböztették a reálgazdaságot, ahol értéktermelés folyik, attól a gazdaságtól, tehát a pénzforgalomtól, kereskedelemtől, ahol értékelőállítás nem történik, hanem csere történik. És a kamatot úgy, ahogy van, Arisztotelész elítélte, és helytelenek tartotta. Na most tudjuk, hogy a, ma is van egy olyan nagyon erős ö, ö, vallási ideológia, az iszlám nevezetesen, amely tiltja a kamatot. Ez Ez az egyik olyan vonatkozás az iszlámnak, amivel én, hogy úgy mondjam, rokon szenvezek. Megmondom miért. Mert, mert az iszlám nem tiltja, hogy a pénzt használjuk fel hasznosan, hatékonyan, gazdaságilag, ha lehet nyereségesen, de ez azt mondja, hogy előbb a pénzt be kell vinni a termelő munkába. És a termelő munkába, hogyha ott van előny, van nyereség, akkor azon három háromnak is kell osztozni. Annak, aki bevitte a munkát az érték előállító reál gazdaságba, az, aki ezt a közvetítést végrehajtotta, és az, aki ezt a munkát elvégezte. Hogyha ezen van nyereség, akkor mind a hárman osztoznak. Az, aki adta a tőkét, az, aki előállította a reál gazdaságba a fizikai értéket, az árut, és az, aki ezt a közvetítést végrehajtotta. Igen. Az előbb Hivatkoztál a Bibliára, illetve a Bibliának a kamatszedést tiltó passzusaira, nem egy, nem kettő van belőle, ez nagyon fontos, kiemelt téma az Ószövetségi Bibliában. Hivatkoztál Arisztotelészre, ezzel kapcsolatban azt kérdezném, hogy ezek szerint az a véleményed, hogy mind a, az isteni eredetű transzcendentális etika és jog, mind pedig a természetjoggal ellenkezik, a kamatszedés rendszere? Természetesen ma már sokkal többet tudunk a kamatról, mint amikor az Ószövetség íródott, vagy amikor a görög filozófusok, gondolkodók erről a véleményüket kifejtették. Mert azért a középkor folyamán, tehát gondoljuk csak a velencei Időkre, amikor a, a Velence volt az európai, mondjuk itt, hogy a, a nyugati világ pénzügyi központja, és, és nagyon sok ö, ö, tapasztalatot lehetett szerezni a pénzforgatásával kapcsolatban, de, de de gondoljunk arra is, hogy milyen volt a tarítása a kamatról például Luther? Mártonnak. Vagy milyen volt a tanítása Calvin Jánosnak? Tehát a, 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 a reformáció egyik kiemelkedő akadálynak, onnan jött a protestáns etika, amiből Max Weber egy, egy ragyogó könyvet írt. Tehát mi bizonyos fokig a kamat, hogy úgy mondjam, képessé vált olyan értelemben, hogyha a, ha valaki a kölcsönévén olyan extra haszonhoz jut, amely a kölcsönévén nem jutna, akkor például ebből bizonyos rész nyugodtan átadhat annak, aki a kölcsönt adta, mert hogyha nála marad a pénz, akkor ő, ő jutott volna ahhoz a haszonhoz. Tehát ő bizonyos fokig most ebbe nem megyek bele, mert ez, 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 ez egy nagyon kidolgozott, sok részletszabályból áll. Például Calvin, Calvin tanításai a kamatról, vagy Luther Márton tanításai a kamatról. Tehát van egy módosítás. Azért mentem vissza én az iszlámhoz, mert az iszlám az csak annyiban módosított, hogyha. Ha a pénz, amit nem lehet odadni egy bankba, hogy kamatozzon, de be lehet fektetni a reálgazdaságba, ha a reálgazdaság hoz hasznot, akkor azon megosztoznak. De ha nincs rajta semmi haszon, akkor senki nem kap semmit. Ha pedig veszteség van rajta, mindenki arányosan elviseli a veszteséget. Ez még mindig erkölcsileg sokkal magasabb rendű álláspont, mint az, amikor az van, hogy hogy én, aki adom a, a hitelt, a pénzt, én nekem semmi közöm ahhoz, hogy aztán annak lesz-e pozitív eredménye, én minden áron, a, 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 az e, annak a tevékenysége árán is, aki abba belebukik, hogy nekem fizete, nekem a kamat jár. Na ez egy abszolút erkölcstelen álláspont. És ha ez még azt is hozzáveszünk, mert azért, azért muszáj, amikor elkezdünk majd arról beszélni, hogy lehetséges-e az adóság elengedés intézményesülése, akár Európában, akár globálisan, akkor meg kell mondani, hogy egy alapvető, erkölcstelen szabályon múlik, a mai pénzrendszer, mert a mai pénzrendszernek a lényege az, hogy egy bizonyos magáncsoport, hangsúlyozom, magáncsoport, az, az mert, mert szinte mindegy az, hogy a központi bank, amelyek rendszerint a, 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 a monetáris jogokat, például kész, pénz, tehát pénzkibocsátás, kamatszabályozás, a hitelek szabályozása, stb. ezt végzi, ezek, ezek a központi bankok, még akkor is, ha köztulajdonban vannak, a szervezet globálisan megszerveződött államok feletti bankartelnek az irányítás alatt állnak. És, és bizonyos központi bankok, eh, hol mag, formálisan is magántulajdonban vannak, hol... Köztulajdonban, de teljesen mindegy, mert ugyanaz az államok feletti bankkartel irányítja. Például, amit most mondtam, a Bank of England, tehát a, az a, az, a Nagy-Britanniának, vagy az Egyesült Királyságnak a központi bankja, az a történelem során hol magántulajdonban volt, hol köztulajdonban volt, de mindig ugyanaz az államok feletti nemzetközi pénzkartel irányította. Tehát szinte nincs is jelentőség annak, hogy egy központi bank formálisan állami tulajdonban van, vagy vagy pedig magántud. De például az Egyesült Államoknak a, a központi bankja, a Federal Reserve, az születésétől fogva, ugye 1913. december 23-24, attól kezdve, mindig magántulajdonban volt, kezdetben 8 magánbank volt a tulajdonosa, most ugyanezeknek a magánbankoknak a jogutódai, a tulajdonosok egy száz százalékig magánbank, amely azonban bitorol közjogosítványokat. Vagyis olyan közjogosítványokat bitorol, amelyek valójában csak a közhatalmat illethetnék meg, de ez Amerikában az államok feletti pénzoligarchiának ez sikerült a maga számára elintézni, de végeredményben az egész világ pénzrendszere úgy globálisan véve magántulajdonban van, mert igaz, hogy Kína, meg Oroszország, meg a, meg, a brics országokban már vannak kísérletek, hogy ezzel ellen a globális magánpénzrendszerből valamilyen módon kiszakadjanak, autonomiához jussanak, esetleg egy, egy rivális másik pénzrendszert hozzanak létre. Ilyen próbálkozások vannak, bizonyos sikereket már el is értek, de ma még, az az általános szabály, hogy a világon egy, egy, bizonyos, nem túl sok szupergazdag bankár dinasztiának, amelyek egy államok feletti hatalmi struktúrát irányítanak, a magántulajdonában van a pénzrendszer, a világ pénzrendszere, amely maximálisan el van adósítva, és arról akarok majd beszélni, hogy hogyan, hogyan sikerült ezt megtenni. Mi, az a, mi az az eleve konstrukciós, tehát születési hiba, ami miatt ezzel a pénzrendszerrel az emberiség nem élhet együtt. Mert az, hogy ez a téma ma előjött itt nálunk, ennek többek között az az oka, hogy se szeri, se száma, ha rákattintasz, azoknak a tekint, hát nem akárkiknek, nagyon tekintélyes pénzügyi szakembereknek közgazdász tudósoknak se szerint száma, akik bizony azt mondják, hogy ez a pénzrendszer a, a tulajdonképpen a, a, a kimúlás, tehát az összeomláshoz érkezett, és ez az összeomlás, ez elkerülhetetlen. Tehát nem akárkik mondják, az egy más dolog, hogy a Federális meg, meg vannak az ellenérdekűek, akik viszont azt mondják, hogy ez a pénzrendszer még megmenthető. De hogyha valaki megérti ennek a pénzrendszernek a működési módját, akkor tudja, hogy ez a pénzrendszer, ez halára van ítélve. A dollár is halára van ítélve. Az egy más dolog, hogy, 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 van neki esetleg né, néhány éve még, lehet, hogy van néhány éve. Lehet, hogy, hogy, akár egy évtizedes van, de ezt már nem hiszem. Nem hiszem. Azt már én személyesen nem hiszem. De a dollárrendszer is ez az egész azért van halára ítélve, mert strukturálisan nem fenntartható. Na miért nem fenntartható? Azért nem fenntartható, mert, mert amikor kibocsátják a kibocsátok, most már tudjuk, hogy lényegében egy magántulajdonban lévő, tehát a, a korlátlan önzés elvei szerint működő, erkölcsi szabályt nem ismerő pénzrendszer tulajdonosok kibocsátják a pénzt, akkor ez a pénz, mint adósság születik meg, mert ugyan fedezetlen, de amikor Adósság lesz belőle, akkor az, aki fölvette, az mellé teszi a maga kötelezettségvállalását, hogy ezért kamatot fog fizetni. Ez, ez, az Egyesült Államokban ez úgy, úgy történik, hogy hogyha az, a, a, az államnak mondjuk szüksége van 100 milliárd dollárra, akkor, akkor kibocsát egy, kibocsát egy államkötvényt, 100 milliárd dollár, a, fed, a, Federal Reserve, a Magánbank, az pedig csiribi csiribá, nyomogatja a gombokat, és már is van teljesen fezeteten 100 milliárd dollár, már ki se kell nyomtatni, és de, de mégis csinálnak róla egy tranzakciót, kiállít egy csekket, és ezért a csekkér megveszi az államkötvényeket. Na most ez a, azon a csekken van 100 milliárd dollár, amely akkor született meg, amikor, amikor a, a, a Fed úgy döntött, hogy megveszi. Na most ez a 100 milliárd dollár, ez, ez pedig az állam elkezdi használni, külön mondjuk. 10 különböző kereskedelmi bankba, a YouTube 10-10 milliárd, és akkor ezek ezt elkezdik használni, ebből fizetik a hadsereget, a diplomáciát, a social security a, a közigazgatást, a bíróság, stb. stb. Ebből fizetik. Igen ám, de a bankrendszer, amely magántulajdonban van, a kereskedelmi bankrendszerről beszélek most, nem a Federal reserve amely ugye magánintézményként, de állami közjogosultságunk gyakorol, Ez a bankrendszer ezt tartaléknak használja. Innen jön az, hogy Federal Reserve. Mert az a 10 milliárd, ami ezt mondjuk hozzájut az egyik kereskedelmi bank, mondjuk a, a Citibank, akkor az a 10 milliárd az neki tartalék. Reserve. És a, ahhoz a reserve még, ő hozzá tehet 90 milliárdot. Tehát ő kapott 10 milliárdot az államtól, amelyhez az állam a Federal Reserve-től jutott hozzá, és amikor azt továbbadtam 10 különböző kereskedelmi bankhoz, az a 10 ezer dollár az reserve. Ami azt jelenti, hogy amikor elkezdi, a bank használja a rezervöt, ő még hozzátehet 90 milliárdot, honnan? A levegőből, fedezetlenül. Hitelként helyezheti ki, ugye? Erre gondolsz? Erről van szó, hitelre plusz kamattal, mert a hitelhez mindig hozzá uh -huh. kell számítani, hogy a hitel kamattal van megterhelve. Azt kamattal van megterhelve. Ezért rendkívül fontos kérdés az, hogy, hogy a, ez a bizonyos tartalék és tartalék ráta, mert én most a könnyebbség kedvéért 10%-ot mondtam egyébként, gyakorlatilag is 10% volt sokáig az Egyesült Államokban a tartalék ráta, de nálunk például más. Erről a tartalék rátáról nem beszélnek a bankok, Erről a tartalékrátáról mi is másolnak az egyetemi tankönyvek? Mert az egyetemeken az a liberális szemlélet uralkodik, amelynek az a célja, hogy ezt a horribilis csalást, amit a tartalékráta jelent, ezt ne tanítsák meg. És a diákok úgy jönnek ki diplomával, hogy nem értik, hogy a Kereskedelmi Bank, amely egy privát intézmény, annak pénzkibocsátási joga van még ma is Magyarországon, meg másod. Ebben az egész rendszerben a magántulajdonban lévő kereskedelmi bankrendszernek pénzkibocsátási joga van. Na most, hogyha te, te kibocsátasz pénzt, az hamisításnak nevezik. Az pénzhamisítás és, és bűncselekményt követ ezzel. Ha bank bocsát ki pénzt, úgyhogy Úgyhogy így, úgy, amúgy tartalékráta és a kölcsön, stb. Ezt majd részletezhetjük. A banknak tulajdonképpen megvan engedve az, hogy legálisan hamis pénzt bocsásson ki, amikor ő olyan pénzt kölcsönöz ki, amely neki nincs meg, hanem csak a tartalékráta van meg, ami el van helyezve Magyarország esetében a, a, a az MNB-nél, tehát a központi banknál. Na most ez egy olyan óriási téma, a jelenlegi pénzügyi rendszernek a válsága, és annak a lehetséges megoldása, hogy ennek majd szentelünk egy különadást. Most arra kérlek, hogy kanyarodjunk vissza az adósok globális problémájához. Az a kérdésem, hogy mondjuk egy olyan világszervezet, mint az ENSZ, amelyik mondjuk talán a legnagyobb világszervezet, és alapvetően ember jogi és jogvédelmi és embervédelmi célokra hozták létre, ugye a II. világháború után, nem véletlenül, és ez egy nagyon jó dolog, ugye az Egyesült Nemzetek Szervezete, ennek majdnem a világ összes országa a tagja, és alapvetően békefenntartással és szociális jogokkal és jóléti tevékenységgel foglalkozik. Tehát mondjuk elképzelhető-e, hogy egy ilyen nemzetközi globális Szervezet, mint az ENSZ, elfogadjon egy olyan nyilatkozatot, amely mondjuk az, az adósok ö, védelmének, vagy az adósok jogainak egyetemes deklarációja. El lehet-e képzelni, hogy hasonlóan, mint hogy a Bibliában ezt csak azt mondják, hogy x év elteltével el kell engedni minden adósságot, hogy egyszerűen föllélegezzen föléle, az emberiség hogy lerázza magáról az adósság terheket. Elképzelhető -e ez, vagy, vagy ez egy teljes fantasztikum én, és science fiction? Én úgy gondolom, egyrészt kezdhetem azzal, hogy csak az lehetetlen, amit meg se kísérlünk, tehát én, én megkísérlem ezt elképzelni. De ez már nem csak ilyen ö, óhajok szintjén van, mert ha levezetjük, hogy a jelenlegi, eladósodási szint egy olyan elképesztő magasra emelkedett, pontosan azért, mert muszáj még mint visszatérni, hogy, hogy ezt miért nem lett ki, mert ugyanis ez az adósság pénz, amely mindig kamattal, tehát adósságszolgálattal és kamattal terhesen, tehát egy csecsemő egy mázsás zsákkal jön a világra erről van szó. Ez, ez kiküszöbölhetetlenül mindig egy ilyen beteges exponenciális növekedésre van ítélve azért, mert amikor valaki fölvesz százat, de száz kell visszavizetnie, és, és, rendszerint, ha az, a százból neki száz tizet kell visszavizetnie, az azt jelenti, hogy a többi, amelyik szintén így százat vett föl, abból X-nek tönkre kell mennie, mert az ő plusz tize onnan lett elvéve. Vagyis, ha pedig azok nem akarnak tönkre menni, de ők nem tudták, még a százat se, mert a versenyben az, aki a száz tízhez hozzáadott, elvett, elvett a másiktól tizet, hogy ő ő, ő, ő tudja, mert ő sikeresebb volt. Ezért, azért, amazért, mindegy, nem menjünk bele, valamiért sikeresebb volt. Na most ezt persze ö, ö, extrapoláljuk, és beszélünk ö, ö, sok száz, sőt so, so, millió ö, 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 adósról. Na most ilyen esetben ö, a, 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 az, a, az exponenciális ö, növekedése a hiteligénynek azt jelenti, hogy legközelebb, akik a hitelt adják, pótolni kell azoknak, akik nem voltak sikeresek, hogy, hogy meglegyen annyi, amennyi volt az elmúlt évben, plusz még legyen valamennyi, amit befektet, amiből növekedni tud. De ugyancsak ez a helyzet, hogy többet kell fölvenni a másiknak is, hogy továbbra is tudjon növekedni, és továbbra is, ver, vagyis a rendszer olyan, hogy mindig Kevesebb a hitel, mint amennyit visz, mint amennyi az adósság lesz. Tehát a hitel mindig kevesebb, mint amennyi az adósság. És akkor még nem beszéltünk a kamatos kamatról, meg a rulirozásról. hogy ugye, a, amíg a plusz 10 százalékot kifizeti, addig is kamatot kell fizetni a kamat után igen, is, a, hogy ő a, úgymond a használja a azt a A kamatos kamat az, az egy viszonylag új intézmény, és hát úgy, úgy szól a fáma, hogy amikor az egyik, dát hát nem most, hanem talán, talán ez a század, tehát a 19. század és a 20. század elején keletkezett ez a legenda, nem tudom, hogy tényleg -e, de állítólag megkérdezték az egyik Rothschildot, hogy, hogy hát mit szól a, a, ugye a, 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 a világ hát úgy van az a hét világ hogy, 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 mi a Azt mondja, én nem tudom fölsorolni a világ csodáit. De egyet meg tudok elemteni egy új csodát, ami mindegyiket felülmúlja, és ez a kamatos kamat. Tehát, aki, tehát a kamatos kamat az egy viszonylag új intézmény most, hogy értsük, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy az időt is beviszik a, 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 a az adósságba, tehát, mert azelőtt az ott fölvettél százat, és amikor megadott, száz tizet kell adni. Ha öt év múlva adod, meg akkor is száz tizet, meg ha húsz év múlva, akkor is eh, 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 kamatos tudom, ha már viszont van kamatos kapat, akkor az úgy van, hogy egy év, vagy amikor behatárolják az időszakaszokat, egy év múlva száz de a következő évvel eh, eh, már a 110 után kell a 10 százalék, és azután a tehát a kamatos kamat egy elképesztő módon felgyorsítja, tulajdonképpen a hitelezők eladják azt is, ami nem az idő, nem az övéjük, az időt. Az időt is kiárosítják. Hát szerintem a napot is kiárosítanák, ha tudnák, hogyan kell, meg, meg a levegőért is pénzt kellene fizetni, hogyha meg lehetne oldani, hogy adom a levegőt, és te azért kamatot, mert a levegőből állítják elő a hitelt. Na most, tehát az, azért akarok erre az alapokra visszamenni, mert ha ez a hitelrendszer van, elkerülhetetlen, hogy exponenciális ütemben eladósodik, és ma az egész világ, mekkora ma ez az adósság? Hát májusban, az idén májusban a, a nem egy, hanem több, ebbe benne van a Nemzetközi valutalap, ebbe benne van a, 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 a Nemzetközi Pénzügyi International Financial Institution. Különböző intézmények kiadták, hogy a, a világ adóssága pénzrendszernek 217 trillió dollár, 1 trillió ezer milliárd, tehát 217 ezer milliárd dollár után kell az államoknak, a vállalatoknak és az egyes magánszemélyeknek, ennek a pénzhatalmi világeriknek, amely tulajdonosa a pénzrendszernek, tehát eh, tulajdonosa annak a 147 megabanknak, amely, amely ezeket a hiteleket adta, az amely a tulajdonosa a nagy korporációknak, kell fizetni a kamatot. És ez az eladósodás exponenciális ütemben növekszik. Ezért van az, hogy Ma már mondom, aki kételkedik benne, ne, ne csak ezt a műsort vegye alapul, hanem vegye a fáradtságot, és, és kiváló szakembereket az internet útján, mert rengeteg anyag van, ahol azt mondják, hogy a pénzrendszer a jelenlegi, pontosan az eladósodásnak a magas szintje miatt az összeomláshoz jutott. És ez az összeomlás, ez várható más, Okokból is levezethető, mert nagyon sokan nem hallottak, ugye nem, most részletesen nem megyek bele, csak megemlítem a nevét, hogy volt egy ilyen a Szovjetunióban, a, a, a 30-as években volt egy ilyen egy kiváló közgazdász, úgy hívták, hogy Nikolaj Kondratyev, aki aki szépen tudományosan levezette, hogy vannak egy körülbelül, van, körülbelül an 50 éves ciklusok, amely, a, a, amely ciklusok tudományosan megalapozta, visszament több száz évre és levezette. És a, most már ugye Kondratyevet Stalin 38-ba kivégeztette, mert ugye megjósolta a, a Szovjetunió gazdaság összeomlását. Hát ez elképesztő bűn volt, ugye? És, és, és ezért halára ítélték, és ezt a tudós professzort, Nikolaj Kondratyevet, akiről a tudományban el van nevezve a, a, hosszú, a Kondratyev ciklus, a Kondratyev hosszú hullám, stb. Bebizonyosodott, hogy a, a tudomány, a, a közgazdasági, gazdasági, pénzügyi, tudományos előrejelzésben ez egy stabil törvény. Működik. De előtte is működött, meg utána is működött. Milyen érdekes, hogy ugye 50 évet prognosztizál a Kondratjev, mint a gazdasági válság. Igen, de ő mondja, hogy az 50 évet ő felbontja, mert ugye ez egy van szó, nyilván. Mikro, és pontosan leve, és, De és, hogy a Biblia is pont 50 évről beszél, hogy 50 évente kell lenullázni az adósságot. De ő nem a Bibliáról vezeti, mert nem, nem is hivatkozik Azért a mondom, hogy ez, a, a mint mint, hogy ez egy objektív A Bibliával nem is, a Bibliával hát, rül, nyilván, nem szovjet is hivat, egyáltalán, nem, ég, nem is egyáltalán nem, hanem egész másképp vezette le, hogy, 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 hogy mindig van egy, egy, egy gazdaság, megjelenik az új technológia, stb. Szóval ő ezt levezeti, de most azért nem akarok belemenni a részletekbe, mert, mert az már elvinni az egész. A következő adásban adásból kifejtjük jó, majd részleteket. Jó, szóval a lényeg az, hogy a kondratje fullám is azt jelzi, hogy a dollár rendszernek igen rövid időn belül össze kell Kész, ez az is ezt jelzi. De a mások, akikre hivatkoztam, másból vezetik le, nem a fullámból. Én csak, én csak hozzá veszem, annál is inkább hozzá veszem, mert már annak idején, amikor én a Szabad Európa Rádionál dolgoztam, és a világgazdasági magazinnak is én voltam a 5 évig a szerkesztője. Ezt megkaptam Vadász Jánostól, aki igazi neve Bükki Barna volt és ő a London School of Economics-ba végzett, nem akárhol, hanem ugye Londonnak a pénzügyi vonatkozásban és gazdasággal, a STAR egy, ugyanott végzett, ahol Soros György, ő is ott van. Ő is a London School of Economics-ba végzett, és, és ő volt az, aki az én munkámat ő felügyelte, ő volt a főnököm. És, és ő volt az, aki engem megbízott azzal, hogy a kondratyev hullámot azt tanulmányozzam, és készítsek róla ö, ö, egy műsorsorozatot, amit én megcsináltam. Tehát én ma az én fejemben mindig benne van a kondratjevnek a, 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 a számítási módja, és, és teljesen egybevág azzal, amit mások teljesen más módon vezetnek le hogy ennek a pénzrendszernek össze kell omlania. És ezért tulaj... Igen, azt szeretném még hozzátenni, hogy, hogy össze kell omlania, és ezt tudják azok, akik beindítottak olyan világmozgalmakat, például aminek az a neve, hogy globális igazságossági mozgalom vagy új globális társadalmi nyilvánosság ellen hegemón globalizációjához. Beindult egy sor olyan mozgalom, amelynek pontosan az a célja, hogy ne várjuk meg az összeomlást, amely egy kaotikus visszanyokosz fog vezetni, és, és megint az igazi vesztesek azok lesznek a, a, tulajdonképpen a, a kis megtakarítók, vagyis tulajdonképpen azok, akik bérből és fizetésből élnek, azok lesznek a nagy vesztesek, akiknek nem aranyrudakban van a vagyona, meg, meg drága ingatlanokba, hanem, van a, meg, hanem itt arról van szó, hogy az egyetlen vagyonuk az, hogy tulajdonképpen a közhatalom vállalta, hogy ad nekik valami nyugdíjat, valamilyen egészségügyi ellátást, stb. Tehát tehát ezeknek védekezni kell, és a védekezésnek az a módja, hogy igenis, amikor ilyen szintet ér el az eladósodás, mint amit az előbb mondtam, hogy a világ eladósodása többszöröse annak, ami a világ GDP-je, tehát a megtermelt összérték annak a többszöröse. Tehát egy kifizethetetlen adó, és ez még mindig exponenciálisan, tehát hatványozottan növekszik, akkor nincs más módja annak, mint hogy globális módon az emberiségnek el kell érnie az adósság elengedést. Tehát intézményesíteni kell a világpolitika, a nemzetközi jog a nemzetközi rendszer keretén belül az, hogy ahogy az, ember is, az embereknek van joguk az emberi jogokhoz, meg a politikai szabadságjogokhoz, az a 1791-es, ugye, Deklaration des de, de l'homme, et ugyanúgy legyen joga a túlzottan eladósodott embereknek összefogva, közösen elérni, hogyha az adósság sokszorosan eléri a kifizethetetlen szintet, akkor emberi joguk legyen, elidegeníthetetlen emberi joguk, hogy azt az adósságnak a fizetését megtagadják, és követelhessék akár bíróság előtt, hogy a hitelezők írják le azt az adósságot. Na most természetesen ez számos egyéb kérdést fölvet, ez Ebben a pillanatban, ebben a formában megfogalmazva utopisztikusnak tűnik. De hogyha elkezdjük klasszifikálni az adósságokat, és mondjuk elkönítjük az államadóságoktól, mondjuk a cégek adóságait, és attól a háztartások adóságait, és a személyes adóságállományokat, akkor már lehet különbségeket tenni. Tehát lehet azt mondani, hogy például, aki magánszemélyként el van adósodva, annak el kell engedni, vagy az folyamodhasson ehhez a joghoz. Az államok esetleg mondjuk csak az 50%-át kapnák mondjuk az elengedésnek, vagy a cégek mondjuk a 25%-át, tehát hogy ne legyen egy felelőtlen gazdálkodás, hogy ne arra játszanak mondjuk a cégek, hogy ők úgy is majd elengedik az adósságunkat, és akkor felelőtlenül költekezhetünk, és akkor lehet dőzsölni. Tehát lehetne ezt cizellálni, lehetne ezt klasszifikálni, pontosítani, de hogy mindenképpen szükség van erre, ugye azt már nemzetközik. Kö közgazdások szok is uh, jelzik, és egymástól független szakemberek. Hát ha már ugye orosz közgazdászokról beszélte, ott van a Szergei Glaziev, aki azt mondja, hogy az egész jelenlegi pénzügyi rendszer átfogó és alapvető reformra szorul. Ennek a reformnak igenis lehet a része az a globális adósság elengedés, és Uram, bocsánat, ez akár még a pénzügyi intézeteknek érdekeivel is egybevághat, hiszen amikor már valaki sokszorosan ki van véreztetve, az nem fogja tudni fizetni a kamat, kamat terheit, a kamat adósságát. Yeah. Most, hogyha ez lenullázásra kerül, akkor egy bizonyos idő után újra ki lehet vetni rá. Tehát, hogy kezdődhet újra ez a periódus, mint ahogy a, hogy a Biblia jelzi, hogy 47x7 év. Tehát 7 éves ciklusok vannak, 7 x 7 éves ciklus, és utána jön az elengedés. Nem azt, hogy minden évben, vagy 7 évente. Azért 50 év az elég, elég nagy idő. Ugye az, az, egy, az, egy, ember öltőnek egy, az, az két emberöltőnyi idő. Tehát, hogy addig viszont teljesíteni kell az adósságszolgáltat, de ha már akkor sem megy, és nincs más, már a, már a csontjáig le van kopaszítva, mert rosszul gazdálkodott valaki, vagy egyéb, egyéb csapások történtek az életem, és nem tudja fizetni az odosszágszolgáltat, akkor ez az 50. évben el kell engedni. Természetesen nincs más mód, mint azt, hogy mert mivel ezt az adósságszintet, még egyszer mondom, most májusban, a, tehát olyan intézmények is, mint a Nemzetközi Valóta Alap, amely az államok feletti globális pénzimpériumnak az egyik intézménye, úgy, mint a World Trade Organization, tehát a világkereskedelmi szervezet, és még sok más. Ezek már el is tudják, hogy ez az adósság szint, ez nem tartható, és ugyanakkor még mindig exponenciálisan növekszik. Tehát, hogyha tudjuk, hogy rossz a rendszer, akkor mégiscsak az, amire kellene törekedni azoknak, akik ki akarják harcolni az adósok jogainak az egyetemes nyilatkozatát, vagy univerzális deklarációját, azoknak tudni kell, hogy ne ugyanezt a hibás rendszert erőltessék tovább. Hanem hanem az, az alapvető, eleve a szülési hibáját orvosolják, és pedig az, hogy ne legyen egy ellenőrzetlen, felelősségre nem vonható magánbankkartel, amely a saját önzése... Alapján bocsátja ki, a, a, a gazdasági élet és egyáltalán a társadalmi élethez nélkülözhetetlen közvetítő közeket, közvetítő jeleket, amit pénznek nevezünk, hanem ezt ne lehessen magán, a magánhatalom monopóliuma. Ez legyen a közérdeket szolgáló közhatalomnak. A kizárólagos joga, hogy pénzt bocsáthasson ki. De ez világszinten legyen így. Mert egyébként, amire említetted a, a, a Szergei Glazievet. A Szergej Glaziev, aki egy matematikus közgazdász. És, és, és a Lomonoszov Egyetemen ezt tanítja, és hát tudományos akadémia tagja, stb. De a politikában is benne volt, mert... A Jelcin kormány idején, azt hiszem 92-től 93-ig, ő miniszterelnök helyettes volt. Tehát nagyon komoly beosztása volt, de amikor látta, hogy a Jelcin teljesen lefeküdt a liberális pénzhatalmi világelitnek, na nem azért, mert beöltözött szabadkönyvesnek, mert azt is megcsinálta, hanem mert teljes mértékben átadta a pénzügyek irányítását, úgynevezett sok terápiát. Tehát egyetlen egy évbe, 98-ba elvitte Koroszországból több mint 500 milliárdot. Egy évben, és akkor össze is Ak Akkor volt az a helyzet, hogy hogy nem csak a pedagógusok vagy a bányászok nem kaptak fizetést, a katonatisztek nem kaptak fizetést. Hát az már, az már nem akármim. Na, na jó. Szóval ez a Glaziev, ez lényegében azt akarja, most ő, ő Putyinnak az első számú pénzügyi-gazdasági tanácsadó, most tanácsadó, és ő van megbízva az alternatív megoldások kidolgozásával, különösen azután, miután ugye 2014 óta, amikor ugye a, 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 a neokon, a amerikai háború csináló klik, ugye putcsot hajtott végre Ukrajnába, mert Ukrajnát be akarták vinni gyorsan a NATO-ba, ugye? Annak ellenére, annak ellenére, hogy annak idején régen Bush, Baker, Kohl és Clinton mind a szavukat adták, megesküdtek Gorbacsovnak, hogy a NATO egy incset nem fog keletre menni. A Kohl, mondjuk a Kohl bűne a legkevesebb, mert ugye ki volt szolgáltatva, és ugye haszonélvező is volt, de hát ő is, ő is tulajdonképpen statisztált ehhez, a, 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 assziszt, asszisztált ahhoz, hogy átverjék a Gorbacsovot, mert, mert mert nem tartották be, arra hivatkoztak, hogy hát igaz, hogy mi ezt megígértük, na de nem lett leírva, nem lett belőle nemzetközi szerződés. És ugye Gorbacsov, aki már maga is akkor több, több éve szabadkönyves volt, csupa szabadkönyvessel tárgyalt, mert a nyugati tárgyalópartnerei mind kivétel nélkül szabadkönyvesek voltak. És úgy gondolta, hogy az egyik szabadkönyves testvér már ilyen pofátlanul nem hazudik a másik szabadköves testvének, de pofátlanul hazudtak. Lényegében a nyugat a legszemérmetlenebb, erkölcstelen módon átverte az oroszokat. Ugye? Mert, 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 mert az oroszok mondhatták volna, mert ugye itt a nagy tét az volt, hogy adjátok oda kellett, adjátok oda az NDK-t, Kelet-Németországot, ahol közel 400 ezer eh, 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 szovjet katona volt több páncélos hadosztály, és itt a vár, légierő. Adjátok oda, de ne úgy, ahogy eredetileg akartátok, hogy a két Németország, mi, mi a NATO-ból Nyugat-Németországot, ti engedik, a Varsói szerződésből. kelet is lesz egy független Németország. Ez nem jó megoldás, mert a németeket, ha magyukra adjuk, semmi nem ellenőrzük, seti, három hónapulva van atomfegyverük, és akkor ki, tud, ki, tud, ki tudja őket egyáltalán bármire is rávenni? Adjátok nekünk oda Kelet-Németországot, hadd maradjon, had legyen egész Németország a tagja a NATO-nak, de mi cserébe egy új nyit, egy incset, így egy incset sem megyünk keletre. Hát ez volt a díl, és a, a naív Gorbacsov a friss szabadkönyvesben még csak néhány éve volt az. hitnekik, nekik, és bizony hazugnak bizonyult régen, hazugnak bizonyult Bush, hazugnak bizonyult Béker a külügyminiszter, és legfőképp hazugnak bizonyult Bill Clinton, mert az igazi előrenyomulást, nyomulást, vagyis a, a szóban többször is megerősített ígéretet nem régen szegte meg, már az idősebb busz kezdte megszegni, de valójában Bill Clinton szegte meg. Tehát a, a fő gazember az Bill Clinton volt. És igenis, az lett volna a helyes megoldás, ha az oroszok azt mondják, hogy Kelet-Európa, azt ne tartozzon sehová. Legyen egy fegyvermentes, tulajdonképpen a békeővezete. Ne tartozzon a NATO-hoz. És most mi van? Óriási pénzeket költünk arra, hogy, hogy azt az állítólagos veszélyt, amit, amit ugye a védek, védekező helyzetbe szorított orsz, Oroszország képvisel, azt valamilyen módon hogy ki tudjuk egyensúlyozni. János, köszönöm szépen, sajnos kifutottunk a műsoridőből, úgyhogy ennyi, ennyi, fért, ahogy szokták mondani, ennyi fért a mai műsorunkba, eddig tudtunk eljutni. Ígérjük meg magunknak és a nézőknek is, hogy a jövő héten folytatjuk ezt a témát, illetve azzal a témával, amit te már elkezdtél, azt, annak szenteljünk egy külön adást, tehát a jelenlegi pénzügyi rendszer átfogó reformja, illetve válsága és annak a megoldására tett kísérletek vagy javaslatok. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én is köszönöm. Minden kedves nézőnknek pedig köszönjük figyelmüket, és még egyszer nagyon békés, boldog és kellemes karácsonyi ünnepeket, és jó pihenést kívánunk az ünnepek alatt. Találkozunk a két ünnep között, a viszontlátásra.